Kovács Imre így tűnt fel, vagy egy nap eljött hozzám, és bemutatkozott. Hozzám könnyű volt bejönni, ott volt a könyvüzlet, ott volt az irodám, ott bárki bejött ott, ugye. Kovács utcában. Kovács utcában. Rengetegen ugye jöttek be, fiatal, egyetemi hallgatók, tanárok, egyetemi tanár, diplomata, minden. Ősen francia könyvkereskedés volt, tehát aki francia nyelven vagy érdeklődött, az, és ott adtak egymásnak találkozó, de bejött egyszer. Ő is mondta, hogy akar velem beszélni, és bementünk. Leült úgy stabilan, és letette olyan kategórikusan, itt van a kéziratom, szeretném, ha kiadná. Meglepett az egyszerűen kereken nézve a dolgot, szeretném, hogy kiadná. És kérdezem, hogy mi van benném? Hát kérem, tessék elolvasni. Hát mondom, az idő kellene, hát majd be fogjuk osztani, mit tudom én. Hát ő szeretné menni gyorsabban. Már ez a kis beszédváltás még mi bennem felkeltett valami érdeklődést, valami szimpátiát a fiatal. Akkor ő lett 23-24 éves, ott még egyetemi hallgató volt. És akkor kíváncsian még egyszer rákérdezett, hát mikor tetszik elolvasni? Hát mondom, elolvasom az még az éjszaka. Akkor behúzta a nyakát egy kicsit, és mondta, nos, mikor kapok választ? Hát mondom, majd bejön, majd holnap, majd megmondom. Úgy menni akart el, ezt tetszett Kősen nekem, hogy visszajött, azt mondja, kérem, azt mondja, még meg kell mondani önnek, hogy a Révai kiadónál én beadtam, és ezt tegnap előtt visszaadták nekem, hogy nem adják ki, de még hozzá is fűzött, azt mondja a Lantos igazgató, hogy hát ez egy hazaáruló, és ugye nemzet becsmérelő hitvány, könyv, ilyesmit ugye nem való írni. Elolvastam, és másnap bejött. Tényleg kitűnő volt a könyv, nagyon jó, nem kellett sokat gondolkodni rá. Ez volt a Némaforradalom? Ez volt a Némaforradalom. Akkor a Némaforradalom aztán pörlét, mert ugye akkor már felfigyeltek rá, erősen, és remekül védekezett Kovács Imre. A Pörnek az anyagát újra kiadtam, betiltották mind a kettőt, és ott maradtunk könyv nélkül, de Kovács akkor már dolgozott a másik könyvén, a kivándorlásnak a problémájáról írt. A kivándorlás története, annak az okai, társadalmi, gazdaság és egyéb vonatkozásban, mert egész komoly tanulmány volt, és minden évben, míg ott volt nálunk, hogy egy-egy könyvet írtunk. Ugyanakkor megkérdeztem, hogy akkor el volt ő foglalva nagyon a márciusi frontnak a szervezésével, ahol ő vezérszónoka volt, mégis akkor nagyon büszke volt rá, hogy ő olvasta fel a 12 pontot a múzeum lépcsőjén, akkor. És ugye rengeteget szeretett járni, mozogni, agitálni, szervezni, ez volt az eleme. És hát ugye mérhetetlen sok históriák voltak, nem csak nőkkel, mert annak se vége, se hossza nem volt, ugyancsak állap, ez rengeteg idejét lekötötte, de néha agyon dolgozva jött haza a agitációs körútjáról.